közé zeneszerzői sikerem, az Állati Suite. Az Állati Suite azért is fontos számomra, mert gitárművészként én már sok sikert értem el. Tehát sok fesztiválon, versenyen nyertem, voltam, játszottam, stb. De mint zeneszerző, tehát nemzetközi, nagy nemzetközi zeneszerző fórumon még nem értem el elismerést, és a pont az Állati Suite-tel megnyitottam, ez premier volt, és ez teljesen más érzés. Tehát a gitárművészként, amikor te magad aktívan játszol, ez egy dolog. De amikor zeneszerzőként elismernek a te zenédet, művedet, ez teljesen más érzés. És számomra elindult ezzel a sikerrel teljesen más életszakasz. 2013-ban Budapesten a Nemzetközi Zeneszerzői versenyen ezzel az Állati Suite-tel díjazott lettem, második lettem, de számomra ez totál siker. Mivel Magyarországon élek, és itt vagyok, itt lettem, itt szerettem volna ezzel, ebbe a műbe és némi tisztelet és hálát és köszönet adni a Magyarországnak. És szerettem volna a címbe is, a címbe meg a zenébe, tehát a zene, tehát kevés, inkább a cím azt mondom, inkább a darab névben adni és némi, némi utalás a magyar életre. És kitaláltam, hogy összefoglaltam egy olyan négy állatot, azért mondom négy állatot, mert a negyedik az nem éppen állat, de hát lehet tenni plusz, ilyen bónuszként, mert az első tétel a sólyom, második tétel puli, harmadik tétel szürke marha, és a negyedik tétel tiszavirág. Amikor indul az első tétel sólyom, ez a monoton, ez a monoton játék, ez adja némi nyugalmát, lelki nyugalmát, hiába ő ragadozó, hiába sólyom, de ott van, ő kiarányzott, tehát neki, az ő lelkében minden oké, tehát ő az ő lelkében nyugalom van, viszont a basszus, azt a bölcs gondolkozásodja, amikor az egy madár, egy ragadozó csak így repül és bölcsén gondolkozik, hogy mi történik oda le. És közben nyilvánul, hogy nem olyan egyszerű a helyzet, mert van másik rész, gondolatébresztő a műve, tehát igazából ez a játék, ez nem sima. Nem akartam ezzel a sólyom címmel adni valami lerajzolást az állatnak, a madárnak, hanem inkább a gondolkozását akartam belevonni. És érdekes, hogy ki is használtam egy modern trükköket benne. Mert manapság mi tudjuk, hogy a klasszikus gitárosok szélesebbre nézik a repertoára, és több trükköt akarnak belevonni a klasszikus gitár játékába. Tehát most a klasszikus gitáros és most én is nagyon sok ilyen plusz dolgokat, plusz speciális effektet használom a gitár, klasszikus gitáron, vagy a játék közben. Például nem csak simán pengetek, vagy csak a basszus pengetek, hanem használom például akkordokat. És úgy használom akkordokat, ahogy könnyű zenében szoktam. Például mondjuk ilyet. Ami nem szokásos, mert azelőtt ilyen akkordjátékot csak a flamenco zenében használtuk. Csak a flamenco gitárosok, vagy a nagyon-nagyon úgymond modern zenében, az nagyon de ilyen újszerű, valami szonorisztikus zenében használtak a zeneszerzők. De most ebbe a zenébe használtam az akkordjátékot, ami a könnyű zenéből jött, és akkor így hangzik.
látszik, hogy itt báréket fogok meg mindenféle akkordokat, és végén visszatérek. A bölcs gondolkozáshoz. Tehát ilyen az első tér.